Mészáros Lőrinc luxusszállodái bilikre és WC-kefékre is állami támogatást kértek. A kormány 2020-ban rekordösszegű közpénzzel támogatta a koronavírus miatti lezárások által nehéz helyzetbe került turisztikai szektort. A Transparency International Magyarország szerette volna megismerni néhány projekt pályázati anyagát. Ennek érdekében 2021-ben közadatigénylést nyújtottak be a programot bonyolító állami céghez, a Kisfaludi 2030 ZRT-hez, ám az megtagadta a válaszadást. A civil szervezet ezért pert indított néhány projekt, köztük a Hungest Hotels ZRT támogatási anyagaiért. A bíróság első és másodfokon is a transparency adott igazat és a kért adatok kiadására kötelezte a kisfaludi 2030 ZRT-t. Az állami cég azonban a Kúriánál fellebbezett a jogerősítélet ellen, de hiába a legfelső bírói szerv is az adatok kiadására kötelezte a Magyar Turisztikai Ügynösség felügyelete alátartozó vállalatot. A kisfaludi 2030 ZRT ezután megkezdte az adatszolgáltatást, ám nagyon rafináltan a kíváncsiskodó civilek dolgát lehetőleg minél jobban megnehezítve, az anyagokat összesen 16 e-mailben, mintegy 2500 darab oldalanként külön-külön befényképezett PDF-ben küldte el. Méghozzá oly módon, hogy a dokumentumokat egyenként feltöltötték a saját tárhelyükre, és külön jelszóval védett linkeken 5 napon belül. Egyetlen alkalommal tették letölthetővé. Egyes dokumentumokat pedig teljes egészében fekete színezéssel takartak el. De olyan dokumentum is bőven akadt, amit miniatűr méretűre tettek olvashatatlanná. A Transparency ezért levélben szólította fel az állami céget a bíróság ítéletében foglaltak maradéktalan teljesítésére. Ennek eredményeképpen a Kisfaludi 2030 ZRT megismételte az adatok kiadását, ezúttal felhasználóbarátabb módon. A dokumentum kupac nagy része nem túl érdekfeszítő olvasmány, sikerült azonban néhány igazi gyöngyszemre is lábukkannunk a rengeteg, szinte teljesen egyforma papír között. A Hungest Hotel ZRT hévízi szállodája, a hélios támogatása például nem ment teljesen simán. A Kisfaludi 2030 ZRT levele szerint itt ugyanis az elszámolható költségeket több mint 11 millió forinttal csökkentették, mert a hévízi hotel költségtervébe a Hungest beleírt 630 darab olvasólámpát egyenként 13.600 forintért, valamint 210 darab toalettpapír tartó és vécéke feszettet egyenként 14.790 forintért. Azonban itt jön a csavar. Ezeket a tételeket nem azért vette ki az állami cég az elszámolható költségek közül, mert túlzásnak érezte, hogy még ezeket is közpénzes támogatás segítségével szeretné megvenni Mészáros Lőrin szállodája, nem, egyáltalán nem erről van szó hanem arról, hogy nettó 20 ezer forintnál olcsóbb eszközöket nem lehetett elszámolni a pályázatban. Vagyis ha Mészárosék drágább WC keféket és kislámpákat választottak volna, azokra kaphattak volna állami támogatást. Hasonlóképpen járt Mészáros Lőrinc szállodaláncának Balatonalmádi található egysége, a Bál Resort és Tapolcai Hotel Pelion is. Ők szerettek volna például szaktalan pelenka szemeteseket, WC tartó és WC kefeszetteket, baba fürdetőkádakat, WC szűkítőket és gyermekülőkéket elszámolni a pályázatokban, de ők is túl alacsony áru termékeket terveztek beszerezni. Tíz másik hotel esetében azonban nem merültek fel ilyen problémák. Így a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó, Hungest Hotels szállodalánc létesítményei nyerték el a 2020-ban kiosztott támogatások közel tizedét, csak nem 18 milliárd forintot.